Szép jó estét kívánok! Ez itt a Dobogó második évfolyamának 6. száma. Nagyon boldog, békés új esztendőt kívánok mindenkinek, és hoztam egy háromszéki köszöntőt is. Itt az új év új jót hozzon, régiónktól meg ne fosszon, de ha új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat. Hát a szokás szerint ilyenkor mindig Molnár V. Józsefnek a kalendáriumával szoktunk kezdeni, ezt ma se fogjuk kihagyni, ugyanis 6-a vízkereszt napja volt. Január 6-a, mint tudjuk, ez vízkereszt napja, Jézus megkeresztelésének ünnepe. A néphagyományban a három királyok a karácsonyi ünnepkör záró napja, e nappal kezdődik a farsang. Dele és estéje a víg lakmározás és vendégeskedés alkalma volt. Esti harangszó után kántálás, csillag vagy három királyok járás tette elevenni a falut. Rákospalotán a legények libasorban, egymás gubájának alsó csücskébe kapaszkodva, táncolva járták végig az utcákat. Az ország keleti és déli részein végein templomi zászlókkal, imádkozva, alkalmi énekekkel a patakhoz vonultak, amelynek ezen a napon aranyossá változott a vize. Jézus minden esztendő vízkeresztjén megmerül a vizekben. Néhol a betegek, különösen a kelésesek meg is fülöttek a patakban, másutt azonban csak otthon mosdottak meg a hazavitt Jézus áldott a vízben. A katolikusoknál a víz, só, kréta és házszentelés napja volt. A szentelt vízzel viharos időben a házat hintették meg, gyermek első fürdővizébe került, s a beteg halántékát mosogatták vele. A szentelt krétával a házigazda GMB-t, Gáspár Menyhér Boldizsár kezdőbetűjét rajzolta az ajtó szemöldök fájára, vagy gonosz űző napokon ezzel húzott keresztet az ajtóra. Hát ennyi volt a kalendárium, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt napok történéseit sem hagyhatom szó nélkül, ezért én szeretnék egy kicsit szólni az elmúlt időkben tragédiákról, történt tragédiákról, főleg arról, ami most Dél-Kelet-Ázsiában történt. Előre kell bocsátanom, hogy szerintem is szörnyű ez a tragédia, ami eddigi becslések alapján 400 ezer ember életét követelte. De van egy dolog, ami rettenetesen zavar ezügyben. Ma mindenki segélyeket kér és gyűjt, és ez a nap meg különösen az a nap, mert a televíziók mindenhol azt harsogják, hogy gyűjtsünk segélyeket a katasztrófa sújtotta területekre, és egymást túllicitálva adakozunk is a katasztrófa sújtotta területeknek. Ma néztem egy délelőtti műsort a televízió egyik csatornáján, és egy óra leforgása alatt több mint 4 millió forint gyűlt össze a műsor gazdáinak erre a nemes célra. Én csak egyetlen egy dolgot nehezményezek, hogy hát mikor fogunk ugyanekkora erővel, ugyanekkora elánnal adakozni a határainkon kívül nyomorgó erdélyi vagy kárpátaljai gyermekek megsegítésére. Mikor fogunk erdélyi gyerekeket örökbe fogadni? Mikor fogunk kárpátaljai nyomorgó, éhező családokat megsegíteni? Dél-Kelet-Ázsiában bármennyire is nehezemre esik ezt kimondani, de nem a mi véreink élnek. Mégis úgy tűnik, hogy most jobban szeretjük egy kicsit őket, mint saját testvéreinket. Én felolvasnék egy részletet, ezt egy kárpátaljai helyzetjelentésből. Kárpátalja. Egy nem is oly távoli hely, és mégis egy ismeretlen világ. Szegénység, nyomor, munkanélküliség, minimális szociális juttatások, havi 2-4 ezer forintnyi nyugdíj. S magyar árak. Emberek egy embertelen világban, s akiknek még nehezebb, a települések széleire száműzött táborokban, vagy a szeméttelepek közepére épült vályogviskókban laknak. Táborok? Nyomornegyedek. Víz, villany és a legminimálisabb higiénia nélkül. Szinte 100%-os munkanélküliség mellett. Férfiak, akik egyetlen elfoglaltsága az alkohol. Férfiak, akik korán halnak, s asszonyok, akik legfőbb gondja, hogy egy nap legalább egyszer szerezzenek egy darabka kenyeret a gyermekeiknek. Ezért, ha tehetik, vályogot vetnek, kosarat fonnak, vasat vagy üveget gyűjtenek a szeméttelepen. Aztán sorba állnak a használt ruháért, néha gyógyszerért, némi segítségért. Asszonyok karjukon a csecsemőikkel, a boltok előtt koldulva, s gyerekek, akik remény nélkül jönnek erre a világra. S ha édesanyjuk nem hagyta őket a kórházban, s nem kerültek egy állami árvaházba, vagy nem csonkította meg őket a koldus maffia, akkor ott élnek ezeken a nyomortelepeken. Kisgyerekek. Aranyosak és szépek, akárcsak magyar társaik. De éhesek és betegek. Néhányan magányosak, s legtöbbjük analfabéta.
közvetlen környezetükben a legszerencsésebb becslések szerint is minden harmadik ember TBC-s. S persze honnan is tellene a papíron ingyenes orvosi ellátásra. Gyermekek, akiknek csak távoli álom az iskolapad, mert ma inkább ételről álmodnak. S akik közülük még árvák is? Mert vannak, s nem is kevesen. Értük indult el a Munkácsi árvakonyha. Azért, hogy ezek a nyomorúságos körülmények között élő árvák és félárvák legalább naponta egyszer egy meleg ételhez hozzájuthassanak. Munkácson, Európa legnagyobb cigánytelepén. Egyelőre 70 kisgyerek, de százak várják, hogy ők is jöhessenek. Ott néhány áldozatkész ember megfőzi és szétosztja az ételt, ha van miből megfőzni. És erre keresünk most magyar támogatókat, mert ezt egy olyan oldalról szedtem le ezt az írást, ahol támogatókat kerestek. Nagyon érdekes az a történet, hogy mindenkin megpróbálunk segíteni, mindenkit a legnagyobb szeretettel veszünk körbe, csak éppen a sajátjainkról feledkezünk el időről időre. De hát ezt tudjuk mindannyian, hogy egy kicsit azért a médiák befolyásolják a gondolkodásmódunkat, sőt nem is kicsit, és eléggé rossz irányba. Mert ami ma ömlik a televíziókból, amellé azonnal mellé állunk, bármekkora blödség is lehet az. Csak azért, mert a televízióból jön. Pedig tudjuk, hogy a televízió az ugye csupán csak vízió. Nem sok köze van a valósághoz, persze tisztelet a kivételnek. Döbbenetes az, hogy ilyen könnyen hagyjuk magunkat befolyásolni mások érdekei által. És akkor nem veszük észre, hogy saját dolgaink teljes mellőzését követelik tőlünk. Az is talán kiderült-e egyáltalán, azon érdemes lenne elgondolkodni a kedves nézőinknek, hogy kik a felelősek ezekért a tragédiákért, amik most történtek a világban, illetve hát ez a szökőár dologért. Ugye nem derül neki, hogy kik a felelősek, pedig el kéne jutni odáig, mert egy-egy fél mondatban azért néha elmondják a hírekben, hogy ugye a szökőár azért tudott ekkora pusztítást végezni például, mert a turisták minél jobb kiszolgálása érdekében kipusztították egy teljes korallzátonyt, ami mondjuk Tajföld partjainál meg tudta volna akadályozni a nagy tragédiát. Tehát megint arról van szó, hogy az ember szembe megy a természettel. De a híradások szólnak-e arról, hogy ne építkezzünk tengerpartra, mert előbb-utóbb a tenger vissza fogja követelni azt, ami az övé. Ugye nem? Szólnak-e arról, hogy ha ártérre építkezünk, akkor a folyók is ugyanezt fogják tenni. Csak tessenek belegondolni a tavaly előtti tiszai árvízre. Bármennyire is sajnálom az ott élőket, akik valóban áldozatai ennek a szökőárnak, de egyet tudomásul kéne vennünk. Jelesül azt, hogy ők avval, hogy oda építkeztek, ahová nem szabadna, azt is vállalták, hogy egyszer majd ez meg fog történni. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de úgy gondolom, hogy itt az ébredés ideje. Megkaptuk az első komoly figyelmeztetést. Illetve már nem is az elsőt, a sokadikat kaptuk meg, hiszen ha belegondolunk abba, hogy tavaly télen a Kárpát-medencében is történt hasonló tragédia, itt gondolok a tátrai katasztrófára. Azt is érdemes mellé rakni, emellé az esemény mellé, mert ott is megint csak a pénz játszott a rossz szerepét, ugyanis ott is az történt, hogy azért tudott ennyi fenyőt kitépni ez a vihar, és ekkora károkat okozni, mert olyan fenyők voltak telepítve a Tátra oldalába, amiknek a gyökerei nem tudtak megkapaszkodni a Tátra hegy láncolatában, és telepítik ezeket a fenyőket azért, hogy minél gyorsabban ki tudják vágni, hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert. Az őshonos növényeket pedig kiirtották. Azokat nem törte volna ennyire le a szél, és ennyire nem okozott volna nagy tragédiát. Tehát itt mindig a pénzre lyukadunk, és mindig arra, hogy az ember szembe megy a természettel, és ezt nem lehet. Ebből talán most már egy kicsit elég volt, és gátat kéne már végre ennek szabni. Mert hát mikor fogjuk észrevenni, és itt egy idézet következik, Isten nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez. És ez lenne a mai kérdésem is, amire várjuk a válaszokat, kitől származik a fenti idézet. Ez nem egy könnyű kérdés, de segítséget adok, Molnár V. József kalendárium című könyve is ezzel az idézettel kezdődik, és ott van a helyes megfejtés. De hát folytassuk ezután a jó kis durrogás után folytassuk a műsort. Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét itt nálam Szántai Lajost, akivel folytatni fogjuk karácsonykor elkezdett témánkat, Jézus és Jézus születésének körülményeit, Jézus gyermekkorát, és egyáltalán tisztázni a dolgokat Jézus körül. Foglaljuk egy picit össze azt, hogy miről is beszéltünk itt, mert azért eltelt közben 2,5 hét. Hát így van, és a világban történő
események is nagyon szépen és világosan jelzik azt, hogy az emberiségnek bizony alapvető módon át kellene gondolnia bizonyos dolgokat, és végeredményben ezt nagyon szépen elősegíteni akár Jézus Krisztus életpályájának következetes és méltó keretek között történő átgondolása. Hát az evangéliumokban Jézus nem egy alkalommal elmondja azt, hogy aki őt akarja követni, az természetesen vegye fel a saját keresztjét. Úgy tűnik, hogy az emberiségnek is megvan a maga keresztje, ez egyre nehezebbé kezd válni, de bizony tudni kell, hogy még mindig módjában áll az emberiségnek egyöntetű módon a jövőjét pozitív értelemben meghatározni. És hát nyilvánvaló módon az ember erre szeretné a biztatásokat adni. Az a előzmény, ami Jézus születése körüli időkben bontakozik ki a korabeli keleti világ térségében, tehát itt elsősorban Kis-Ázsia és Mezopotámia térségéről van szó, alapvetően határozza meg aztán a Jézus születése, és aztán, ahogy végeredményben mondani szokták, a keresztrefeszítése, halála, feltámadása és mennybe menetele utáni időszakot. Tehát a történeti kereszténység minek köszönheti a tulajdonlétét? Tehát egyáltalán tudunk erre választ adni? Mert az utóbbi néhány száz év, pontosabban fogalmazva az utóbbi száz esztendő vallástörténeti munkái egy kicsit leegyszerűsítik ezt a kérdést. Viszont tudomásul kell venni azt, hogy az apostolok, tehát itt Jézus apostolairól van szó, érdekes módon valami különleges belső vezéreltség által indítatva nem nyugati irányba indultak el a saját térítői útjukon. Tehát ezt már nagyon szépen, nagyon sokan kimutatták, ezek a tények végeredményben már az őskereszténység időszakából ismertek, hogy az apostolok nem Eufrátesz, tehát hogyha az Eufrátesz folyóját vesszük most tájékozódási alapul, akkor nem onnan nyugati irányban kezdték el a térítési tevékenységet, hanem éppen ellenkezőleg kelet felé indultak el. Most itt tényleg felmerül a kérdés, hogy miért? Milyen birodalmat találunk Jézus születése körül keleten, és milyen birodalmat találunk nyugaton. Na most nyugattal végeredményben semmi gond nincs, ez a római birodalomnak az időszaka, és hát a római birodalomról viszonylag nagyon sok mindent tudunk. Arról viszont sokkal kevesebbet, hogy Krisztus előtti 250 tájékán, valahol Mezopotámia északi térségében egyszer csak megjelenik egy jövendőbeli nagyhatalomnak az első nagy megnyilatkozása, tehát az úgynevezett árszák, akiről minden pártus uralkodó majd a nevét kapja, innentől kezdve magát a nemzetséget, a pártus királyi nemzetséget árszágitának fogják nevezni, ténylegesen megalapítja magát a jövendőt. Na most erről a jövendőről azt kell tudni, hogy megközelítőleg fél évezredet foglal magában a múltjával, a jelenével és a jövendőjével, és Jézus születése után, hát itt az ember általában kicsit tágabb összefüggésekben egészen egyszerűen 500 esztendőt mond, vagy fél évezredet, de hát azért tudni kell, hogy történelmi pontossággal úgy 226 tájékán a pártus birodalom megszűnik létezni. Na most 226-hoz véletlenül hozzáillesztünk jelenlegi időszámításunk szerint 1300 esztendőt, akkor már 1526-ban vagyunk. Tehát úgy tűnik, hogy az ilyen típusú műveltségek saját időritmusán belül vannak bizonyos kozmikus törvényszerűségek. Na most ettől függetlenül, tehát hogyha már egy kicsit ténylegesen az ember látja, hogy itt hát fél évezredről van szó, akkor hogyan lehetséges az, hogy az egyik oldalról sok mindent tudunk, tehát végeredményben ez a római birodalom, a pártusok létezéséről viszont alig tudunk valamit.
Innen tovább indulva az ember viszont meglepő tényekkel találkozik. Ugyanis pártusoknak volt írásuk. Ez kétségtelen tény, tehát pénzkiadási, éremkiadási gyakorlatból lehet tudni, és korabeli feljegyzések is elmondják azt, hogy a pártusok a saját történelmüket, hát itt elsősorban az ember aranylemezre gondolna, mert minden nagy történelem végső forrása ilyen szinten jelenik meg, de hát itt egyszerűbb dolgokról van szó, ők bőrre írtak. Most nyilvánvaló módon ismerték a papirusztistát, ismerték a pergamentistát, nagyon sok mindent ismertek, de itt a bőrre való írás játszotta a főszerepet. És fölmerül megint csak a következő kérdés. Hogy lehetséges az, hogy fél ezer esztendő írásbelisége gyakorlatilag eltűnt? És mindig olyan műveltségek vonatkozásában tűnnek el ezek a támpillérek vagy alapok, amely műveltségekről maga a tudomány elmondja azt, hogy eredetét nem ismerjük, nyelvével nem vagyunk tisztában, a nemzet vagy a nép származását pedig homály borítja. De most elmondom ténylegesen csak így futó gyorsasággal azt, hogy mely népekről szokták ezt általában elmondani. Mezopotámiai térségben az élen természetesen a sumer műveltség jár, a sumer műveltségen belül a sumer nevezetű nép saját magát ezen a néven soha nem illette. Ők maguk mondják el eredet hagyományukban azt, hogy északi irányból érkeztek a hegyek közül. Tehát nagy valószínűség szerint Ázsia belsejéből, belső Ázsiából, abból a bizonyos ázsiai Szkítiából érkeztek, amely területről mi aztán több kihullámzást a történelem menetében számon tudunk tartani. Na most ez a nép saját magát, hát itt tudni kell azt, amit itt számtalan alkalommal már megbeszéltünk, végeredményben az ókori írások túlnyomó többsége nem jelöli a magánhangzókat. Tehát mással hangzó írással állunk szemben, így van ez Egyiptomban, így van ez Mezopotámiában, és így van természetesen más területeken is. És el szokták mondani a nyelvészek, elmondják az orientalisták, hogy végeredményben nehogy bárki is arra gondoljon, hogy amit mondjuk a tudomány megállapít a hangzósítás terén, mondjuk Egyiptom mi nyelv útvonalán haladva, hogy azt a hang összetételű fogalmat az egyiptomiak valóban úgy ejtették ki, ez az egyiptológiának a nyelvezete. De most innentől kezdve válik izgalmassá az ügy, mert pontosan lehet tudni azt, hogy a sumérek saját magukat úgy nevezték, ahogy tulajdonképpen bennünket is neveznek már a középkor bizonyos időszaka óta a külföldi népek. Anonymus idejében fölmerül a kérdés, a Gesta Hungarorumban ő maga veti fel, magyarok történetét meséli, hogy vajon a saját nyelvünkön mi miért hívjuk magunkat magyarnak, az idegenek viszont miért mondanak bennünket hungárusoknak. Tehát végeredményben a magyarságra hosszú évszázadokon keresztül, mind a mai napig világszerte ismert megnevezés az, hogy hungár. Na most visszacsatolva a sumér nyelviség kérdésére, és egyáltalán az a nép, vagy őt hogyan nevezték meg más népek, itt válik rendkívül izgalmassá. Mert az a mással hangzó, amivel agyaktáblák szövegei alapján az ő nevüket azonosítani tudjuk. Ez egy KHG kategóriába tartozó mással hangzó, ennek van egy kemény ejtése, akkor K-val indítják, és van egy sokkal lelkibb szinteket megrezegtető ejtése, és akkor szinte a lehellett hanggal H-val indul. Utána jön egy N, utána jön megint csak egy keményebb G, és jön egy R. Na most ezt általában kiengírnek szokták hangzósítani, vagy pedig kangárnak. Most gondolom érzékeljük, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy felismerjük, hogy ez pontosan a hungárnak a névváltozata. Most ilyen típusú műveltségek esetében, hangsúlyozom érdekes módon, a nyelv ismeretlen, a népszármazása ismeretlen, és ha későbbi időkbe érkezünk mondjuk a pártusok esetében, akkor fél évezred nyelvi emléke gyakorlatilag eltűnik. Hangsúlyozom, hogyan lehet fél évezred nyelvi emlékeit ilyen szisztematikus és módszeres
pedantériával eltüntetni. Na most vannak még ilyen népek egyébként, ilyenek aztán az új babiloni időszak bizonyos fázisában megjelenő káldeusok. Most a káldeus mágusokról semmit nem tud a tudomány, viszont tudjuk, hogy az igazi mágusok azok a káldeus papok testületét jelentették. Viszont a perzsa, tehát az úgynevezett indoeurópai vagy iráni népek vonatkozásában a perzsa mágusok, azok állandóan napi renden vannak. És így jutunk el egy olyan képtelenséghez, hogy gyakorlatilag majdnem minden vallástörténeti munkában, akár színezi az események leírását, akár csak precíz mondom beszélje, elmondják, hogy ezek a bizonyos napkeleti bölcsek, tehát a mágusok, akik a betlehemi jászolhoz Jézus születésének alkalmával megérkeznek, ezek természetesen perzsa mágusok voltak. Most tudni kell, hogy ebben az időszakban Perzsia gyakorlatilag hatalmi státuszban nem létezik. Önrendelkezési joga van a pártus birodalmon belül. És engedelmet kérek, viszont ez sem árt tudni, hogy Perzsia Mezopotámia térségétől egy kicsit azért távolabb van. És bizony pontosan tudjuk azt, hogy a napkeleti bölcsek, vagyis mágusok, azok éppen Babilónia térségéből, ezen is belül, amikor már hivatásszerűen próbáljuk a mágusoknak a helyzetét, vagy a hovatartozását megállapítani, akkor úgy tűnik, hogy ez a káldusok mágusi testületét jelenti. Na most ebben az időszakban, tehát Jézus születése előtt 250-től, Jézus születését követő 250-ig, hát elméletileg, tehát tudományos kronológiát figyelembe véve 226-ig, bizony a pártus birodalom jelenlétét kell sejteni a térségben. És ebben a születés az időszakában Palesztínának északi területein pártus fennhatóságot tudunk kimutatni. Déli területén, tehát a mai és az akkori Júdea területén, Jeruzsálem fővárossal, Nagy Herodessel az élen, természetesen római befolyással kell számolnunk. Most természetesen emlékezzünk vissza, mert most már kezdünk rátalálni magának az eseményeknek a fonalára. Alapvető kérdésként merült fel a kutatás történelmében, hogy Jézus születése alkalmával emlegetett, bár Júdeának adományozott Betlehem, az valóban a júdeai Betlehemet fogja jelenteni, vagy esetleg egy másik Betlehemmel lehetne azonosítani. Megint csak történelmi tények közé tartozik az, hogy a Jeruzsálemtől délre található júdeai Betlehemtől a Jézus születését követő második évszázadot követően vannak csak feljegyzések. Ez bizony nem azt fogja jelenteni automatikusan, hogy akkor Jézus születése vagy az előző évszázadokban nem létezett, ez viszont figyelemre méltó tény. Tehát emellett elmenni nem lehet. Tehát Jeruzsálemtől délre Jézus születését követő második évszázadban jelennek meg a szövegekben először azok a megnevezések bizonyos összefüggésekben, ahol Betlehem egyáltalán megnevezik, és nem is Betlehem alakban, hanem Betlamon formában. Na most Betlehem és Betlamon között azért van valamiféle hangtani különbség, kétségtelen közel áll a két névforma hangtanilag egymástól, de el is különíthető egymástól. Na most mi a helyzet északon? Tehát ezen a bizonyos Júdeától északra található területen, tehát éppen Galileának a Betlehemének vonatkozásában. Erre a Betlehemre viszont van korabeli forrás. Sőt, már a Jézus születését megelőző 14. században az úgynevezett Tellamárna levelekben megemlítik. Tehát jelen van. Kulcsfontosságú pontként jelenik meg, bizonyos történelmi események fűződnek hozzá. A hagyomány szerint Kleopátra Egyiptom királynője sok-sok évszázaddal később, de Jézus születése előtt, éppen ebben a galileai Betlehemben találkozik,
egy diplomáciai tárgyaláson azzal a keleti fejedelemmel, akivel bizonyos ügyeket annak idején el kellett intézni. Na most ennek a Betlehemnek viszont a lejegyzése Betlahmi. Tehát lehet érzékelni, hogy itt viszont megjelenik egy kettősség. Na most ez a fajta kettősség tulajdonképpen az egész Jézus születése és Jézus tevékenysége körüli probléma körre jellemző lesz. Na most mit tudunk nagyon gyorsan erről a térségről ismétlésszerűen elmondani. Tehát miért kell arra figyelni, és nagyon határozottan odafigyelni arra, hogy egészen mást jelent mondjuk Júdeából érkezni, mint Galileában tevékenykedni. Na most nem árt tudnunk azt, hogy Júdea hosszú évszázadokon keresztül, és ez tulajdonképpen az első ószövetségi királyok után történik meg, tehát az akkori egységes Izrael állam két részre szakad, egy északira és egy délre. Délen marad Júdea két törzsel, az egyik maga Júdea, a nemzetsége, a másik pedig Benjamini. Igen ám, de a többség, tehát 10 törzs, az északon folytatja az északi királyság területén tovább az életét, és eredetileg azt nevezik Izrael. Tehát bármennyire különös, amikor Jézust úgy ünneplik, hogy íme eljött Izrael királya, hát bizony nem árt tudni, hogy földrajzi értelemben, akkor már egy nagyon kevert lakosságú területre vetítik rá, de az északi területre ezt a jelzőt és címet, hogy Izrael. Tehát ő még az bizonyos összefüggésekben sem Júdea királyaként jelenik meg, vagy nem olyan módon próbálják őt azonosítani. Na most mi a helyzet északon? Két nagy történelmi pillanatot kell megemlíteni. Az egyik az természetesen 722-ben történik, az asszír hódítás idején, az úgynevezett nagy lakosságcsere, vagy kitelepítés és betelepítés hullám idején vagyunk, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azon a területen már összefüggő módon zsidósággal számolni, a zsidóság jelenlétével nem lehet. A zsidóság délen marad meg, tehát Júdeában. Töretlenül és jogfolytonosan megy tovább. Na most a felső területek viszont hatalmas módon szinte megrázkódnak az ilyen lakosságcsere alkalmával, és ahonnan betelepítenek, tehát kitelepítenek zsidó lakosságot, igen ám, de betelepítenek. Na de honnan telepítenek be? Két területet szoktak megemlíteni, az egyik Babilon térsége, a másik pedig tulajdonképpen Babilon melletti Médea, vagy éppen Káldea területe. Tehát lehet érzékelni, hogy ebben a lakosság kicserélési műveletben egy célzatosság is megjelenik. Na most ezt követően pedig még egy hullámot lehet tetten érni, és ez pedig az új babiloni királyok idejében Nabukodonozor, ez közvetlenül a perzsa birodalom megjelenésének előestéjén történik. Nabukodonozor, hát ez a Dániel proféta könyvéből is ismert le, hát bizony még a maradék zsidóságot erről a területről és Jeruzsálemből is kiviszik az Eufrates folyó menti területekre, elsősorban Babilóniába, és Babilóniából pedig ide jönnek lakosok. Na most felmerül egy hatalmas nagy kérdés, hogy ez az etnikai sokszínűség Jézus születésének idejében hogyan nézett ki. Nem lehet kitalálni, végeredményben ugyanígy nézett ki. Tehát lehet érzékelni azt, és ezt el is szokták mondani, ezt már az ókor bizonyos időszakaiban, tehát ez a végjátéknak az időszakában tetten érhető, elmondják történeti szerzők, hogy déli irányból, tehát Júdea irányából, jeruzsálemi irányítással, tehát a főpapikar irányításával hatalmas zsidósítási törekvések indultak el. Tehát az ott lévő, eredendően már évszázadok óta nem zsidó lakosságot áttérítették, vagy megpróbálták áttéríteni a zsidó vallásra. Na most az egyik ilyen területnek a neve Szamária volt, ez közvetlenül Júdea fölött volt, és tulajdonképpen a szamáriaiak helyzete
majdnem rosszabb volt, mint egy emelettel följebb északon, Palesztina északi részén, Galileának a helyzete. Tehát a szamáriaiakat annyira megvetették a déliek, tehát a Júda és Benjamin nemzetségből származó zsidók, hogy még azt is bűnnek tartották, vagy tisztátalan dolognak tartották, hogyha valaki szóba elegyedett az ottani lakosság bármelyik képviselőjével. Gondolom, érzékeljük, hogy Jézusra ez a tevékenység soha nem volt jellemző. Tehát ha ő találkozott a szamáriai asszonnyal, akkor bizony szóba állt vele. És bizony a délieknek, tehát júdeai zsidóknak az irgalmas szamaritánius példáját állította előtérbe, hogy lám a júdeaiak törvényében szombatnapon mondjuk, meg egyáltalán semmilyen napon, hogyha egy szamaritánius bajba kerül, akkor az benne kell hagyni a bajba. És bizony Jézus jött elő azzal a példával, hogy amikor viszont a zsidó ember bajba került, nem te az irgalmas szamaritánius segített neki. Hát ez a parancsolat vonatkozna elméletileg a déli részek zsidó lakosságára. Most Galileával mi a helyzet, de ezt most már tényleg nagyon gyorsan végig pörgetve. Galileának a lakossága tényleg rendkívül összetett volt. Hát itt a Galilhagóim, az teljes értékű összetett név, ahol maga Galilea jelenteni a tartományt, a Góim pedig a Góinak a többes száma. Magyarra átültetve ez azt jelenti, hogy Galilea végeredményben egyetlen egy dolgot jelent, a nem zsidók tartománya. De most a nem zsidók tartományán belül viszont ténylegesen van Betlehem, mint ahogy megtanuljuk Názáretet is, és ráadásul tovább folytatva ezeket az érdekes földrajzi megnevezéseket, hát szinte az ember nem tudja azt, hogy mondjuk mely földrajzi terület térképét látja maga előtt. Mert bizony találkozunk Árpáddal, találkozunk Emesével, természetesen megjelenik ott Kármelhegy, megjelenik Táborhegy, tehát lehet érzékelni, hogy bizony itt a nyelvi kérdés is alapvetően fontos lett. Na most milyen nyelven beszéltek Galileában? Tehát tulajdonképpen, ha Jézus elkezdett tanítani, és az ő tanítványaival bizonyos kérdéseket megvitattak, azt milyen nyelven tették? Na most erre megint készen kapjuk a választ, hogy természetesen Júdeában beszéltek valamiféle népnyelven, ez volt az arámi nyelv, mert az irodalmi héber gyakorlatilag sehol nem beszélték. Tehát az szent alkalmak tartogatták, tehát a templomi nyelvezet volt ez a bizonyos irodalmi héber. Na most ettől függetlenül az arámi nyelven mi a helyzet? Tehát egyáltalán az arámi nyelvről mit tudunk mondani? Hát először is azt, hogy vannak dialektusai. Tehát nyilván volt egy zsidó dialektusa, ezt már nagyon szépen, kifinomultan beszélték, de volt egy galileai dialektusa, és ezt babiloni dialektusnak nevezték. És végeredményben hiába találjuk meg a közös arámi nyelvet, gyakorlatilag annyira eltért a kétféle, ma úgy mondanánk tájszólás révén a két nyelv, hogy alig lehetett közös nevezőre hozni. Tehát lehet érzékelni azt, hogy itt egy ilyen rendkívül izgalmas történelmi pillanatban, ugyanakkor egy nagyon kis területen belül ennyire színes etnikai paletta figyelembevételével bizony alapvetően fel kell tenni a kérdést, hogy Jézus egyetlen egy nép megváltójaként érkezik, tehát messiásként érkezik, vagy pedig, ahogy ő saját magáról számtalan alkalommal vallott, az emberfia és Isten fia mindenkihez eljön. Tehát végeredményben egy egyetemes megváltót üdvözölhetnénk az ő tevékenységével. Na most azt is rövidre lehet nagyon gyorsan zárni, hogy az az eszmeiség, vagy az a vallás, vagy az a hitvallás, amit maga Jézus aztán a pályafutásának ideje alatt képvisel. Tehát itt a tanításokról van szó, példázatokról van szó, hogy ezt milyen hagyományhoz, milyen műveltséghez lehet rögzíteni. Tehát hol találjuk ennek az eszmerendszernek
évezredes távlatban bizonyítható módon a jelenlétét folyamatosan, és hol találjuk csak, hogy mondjam, csak halvány nyomokban a jelenlétét. Egy biztos, Jézus tanításainak az Ószövetségben gyakorlatilag semmiféle előzménye nincsen. Én pontosan tudom, hogy általában minden új szövetségi esemény, minden új szövetségi mondatot, még a lélegzete vétel utáni vesszőt is, ha az írás beliséghez kötődik, az Ószövetségre vezetnek vissza, de nem árt, ha tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű ez az ügy. Sokkal bonyolultabb. Egyetlen egy példával szeretném alátámasztani. Gyakorlatilag Jézus pályafutásán figyelembe véve olyan parancsolatok, olyan megnyilatkozások játsszák a főszerepet, amelyet mondjuk a szkíta műveltségen belül néphez, nemzethez köthető módon a szkítaság már évezredek óta gyakorol, és szkíta erényeknek számítanak. Most egy példát mindenféleképpen el kell mondani, ami a szkíta utót pártus birodalom jelenlétének idején is nagyon szépen kimutatható. Na most, ha a pártus birodalom alakulását vesszük alapul, akkor az ember először is hirtelen szembe találkozik bizonyos tényekkel. Emlékezzünk vissza, az alapító ősnek a neve Arszákész. Most ez az Arszákész nagyon sok mindent jelent, de magyarul még többet tud mondani nekünk, hiszen az Arszákész az országősnek, vagy az országősnek a hangtani változata. És tulajdonképpen a nemzetség, a dinasztia és az ország alapító ős tényleg birodalmat alapít, most jó értelemben. Tehát ez a jóságnak lesz egyfajta megnyilatkozása. Na de hogyan történik az országon belüli alapítás? Hiszen 7 nemzetség van. Nincs félreértés, 7 nemzetség szövetsége fogja megtestesíteni magának az országnak a működését. Vérszerződés útján kötnek szövetséget. És innentől kezdve a 7 pártus fejedelem természetesen nem csak egy népi, nemzeti vérrokonság értelemében vállal egymásért felelősséget, hanem ezen belül a kötelékek még inkább megerősödnek, és még inkább szorossá válnak. Miért? Mert innentől kezdve ők barátságot is kötnek. Tehát vérszerződés útján megkötött barátság. És innentől kezdve, bár egy nép fiaihoz tartoznak ők, egy nemzet gyermekei, mégis úgy fogják egymást nevezni, hogy testvérem. Na most itt válik izgalmassá az ügy. Mert amikor eljutunk az utolsó vacsora asztalához, akkor Jézus a 12 tanítvány által körülvéve rámutat az előtte lévő serlegre, vagy kupára, vagy kehelyben, abban bor van, és rámutat a tálban lévő kenyérre. Na most mit mond a kenyérre? A kenyérre azt mondja, hogy ez a kenyér az én testem. És mit mond a kehelyben lévő borra? Ez a bor az én vérem. Na most, ha összeolvassuk a kettőt, tehát a testet a vérrel, akkor szemünk láttára történik meg az utolsó vacsora legcsodálatosabb misztériuma, olyan módon, hogy én ezt nyelvi úton is ki tudom fejezni. Tehát nem árt tudni, hogy a görög ezzel nem tud mit kezdeni, de az arámi sem, a héber sem, a latin sem, és természetesen az új latin nyelvek sem tudnak erről mit mondani. És ilyenkor bizony oda kell figyelni. Tehát ha van egy nyelv, ahol a test és a vér, nekünk ez természetesen ma úgy mondanak bitang egyszerű, mert ez a nyelv annyira közel áll hozzánk, mint ahogy levegőt veszünk, tehát természetes. Éppen ezért az értékeit időnként alábecsüljük, vagy észre sem vesszük. De nem árt néha rácsodálkozni arra, hogy itt tényleg egy nagy misztériumot lehet tetten érni. Igen, ám, de ennek van folytatása. És Jézus tovább irányítja
az itt történő csodát, és az apostolokat, vagyis a tanítványokat szabályszerűen felvilágosítja. És mit mond nekik? Azt mondja, hogy ti innentől kezdve most már nem a szolgáim vagytok. Mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál a szolgák ura. Ti már az én barátaim vagytok. Most gondolom, érzékelünk valamit. Közvetlenül a utolsó vacsora vérszerződése után Jézus kinyilvánítja, hogy az ő barátai, vagyis az ő testvérei most már ténylegesen az apostolok. És aztán a következőket mondja, mert nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét áldozza az ő barátaiért. Na most ennek a mondatnak az Ószövetségben semmiféle előzménye nincsen. Ez tényleg hitvallás. Tehát ha én keresem azt a műveltséget, keresem azt a hagyományt, ahol az emberségnek ez a fajta értéke ténylegesen hagyományos minta alapján nemzedékről nemzedékre működik, akkor az bizony az ókori szerzők által megénekelt szkíta barátság. Mert a szkíta barátságnak alapvető tétele az, hogy a vérszerződés után követő barátságot semmi nem tudja felbontani, semmi nem tudja megszüntetni. És ennek gyönyörű szép tanújelei vannak, miben mutatkozik meg ez egyetlen példát mondok. Ha mondjuk két ilyen barát közül az egyik, ne adj Isten, az ellenfél vagy ellenség fogságába esik, akkor a másik, és ennek tényleg gyönyörű szép példái vannak, és nem egy példát tudunk felmondani, gyakorlatilag évezredes távlatban ismétlődnek ezek a tanulságok. Bizony elmondják az ókori szerzők, hogy ilyenkor megjelenik a másik fél, tehát az, aki a barátságot vérszerződés útján követte, és az életét is hajlandó feláldozni annak életében, hogy az ő barátja megszabaduljon, kiszabaduljon. Most gondolom, érzékeljük, ez mindenféleképpen egy rendkívül lényeges összetevő annak a vonatkozásában, hogy Jézusnak a tevékenységét, most kicsit durva, amit az ember mond, de egy ilyen történelmi szükségszerűség szintjén el tudjuk helyezni. Tehát amikor ő megjelenik, és ezt soha nem árt el tudatosítani magunkban, ő új parancsolatot hirdet. Ő nem az Ószövetségre építkezik, hát ez a judeokrisztianizmusnak a nem is tudom milyen. Az ember nem akar csúnya kifejezésekkel élni, de hangsúlyozom, nagyon sok mindent lehet címkével ellátni, de egy biztos. Jézus ahol csak tehette, az Ószövetségtől, ha nem is határolódott el, viszont kijelentette, hogy a régi megszűnt. Ez mit jelent az ő példázatával élve? Új bort régi tömlőbe nem fognak beletölteni. Aztán tovább folytatja, és ex katedra kimondja. Új parancsolatot adok néktek. És ez bizony magának a szeretetnek a parancsolata. És ez az eszmerendszer, Jézus születése előtt évszázadokban, a pártus birodalomban teljes egészében kiérlelt formában jelen van. És ezt a gondolatmenetet két-három fél mondattal lezárva, na most itt válik izgalmassá az ügy, hogy történelmi síkon a kereszténység hogyan tudott elterjedni. Mert ha a római birodalom területén üldözték a keresztényeket, történelmi tény, hogy évszázadokon keresztül a keresztény közösségeket üldözték. És bizony ez azt jelenti, hogy lehetett választani általában ilyenkor a mártírhalált, ha kitudott egy keresztény közösségnek a léte. Na most hol nem üldözték? Természetesen a pártus birodalom területén. Ott erősödött meg igazából a kereszténység. Ott vált lehetővé az, hogy az ős kereszténység kialakulása az valóban egy izmosodási folyamatot jelentsen, és a pártus birodalom területén
ténylegesen fel tudott úgy növekedni, hogy aztán már az emberi műveltséget is meghatározta. De gondolom azt is tisztán lehet látni, hogy alig említik meg azt a népet, amely népnek a történelmi szinten a kereszténység a létét köszönheti. Hát ezek magatartásformák, mint így tudjuk, van. Mert az Ószövetség egy teljesen másfajta magatartásformát közvetít felénk, mint az Új Szövetség. Így és ez alapvetően az alapvető különbség a két szövetség között. Viszont fölmerül itt a kérdés, de mielőtt még tovább mennénk egy pillanatra, föltenném újra a kérdésünket, a játékkal kapcsolatos kérdést. Tehát volt egy idézet, ami így hangzott: Isten nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez. Kitől származik a fenti idézet? Segítségül annyit tudok mondani, hogy Molnár V. Józsefnek a Kalendárium című könyve is ezzel kezdődik, erre várnánk helyes megfejtést. Tehát fölmerül itt egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy Jézus gyermekkoráról miért tudunk annyira keveset? Tudunk egyáltalán valamit Jézus gyerekkoráról? Igen, hát ez egy alapvető kérdés. Egy biztos, hogy az apokrif keresztény íratokban Jézus gyermekkoráról néha eléggé lebegtető mondatok keretében emlékeznek meg. Ugyanakkor pedig magán az Új Szövetségen belül is van olyan evangélium, ami elmondja azt, hogy Jézus éppen a üldöztetésnek, a születést követő üldöztetésnek az időszakában, hát a szent család, József, Mária és Jézus Egyiptomba vonulnak vissza. Na most ez nagyon szép természetesen, hogyha az ember ismeri azt az ószövetségi igehelyet is, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De tudni kell azt, hogy az evangéliumok lejegyzésének idején, tehát itt Jézus születése után vagyunk már, az még talán élnek az apostolok, amikor bizonyos evangéliumok lejegyzésre kerülnek, hát nyilván annyira élnek, hogy Mátéról tudjuk, hogy személyes köréhez tartozott Jézusnak, ugyanakkor Jánosról is lehet tudni, Márk is közel volt a tűzhöz. Egyedül Lukács az, aki nagy valószínűség szerint egy későbbi korban jelenik meg. Ezt ő maga is jegyzi, tehát ő már iratokról és gyűjtésekről számol be, hogy utána nézett, hogy mi is történt annak idején Palesztinában. Tehát Jézus tevékenységéről mit lehet elmondani. Na most vissza kell mennünk a Betlehem kérdéshez, mert ez tényleg alapvető ügy. Ha a júdeai Betlehemből indulunk ki, ami vagy volt, vagy nem volt, tehát azt még csak véletlenül se gondoljuk, hogy nem volt, de egy biztos, az első említése Jézus születését követő második-harmadik évszázadban történik meg. Ugyanakkor van egy másik Betlehem, arról viszont hát Jézus születése előtti 14. században az egyiptomi fáraó levéltárából származó feljegyzések már említést tesznek. Tehát dokumentálta léte. Na most az, hogy Jézus az egyáltalán nem csak gyermekkorában, hanem mondjuk 30 éves koráig hol tartózkodott? Hát ez alapvető kérdés. Mert sem Galileában, sem Szamáriában, sem Júdeában nincsen nyoma annak, hogy Jézus 30 éves kora előtt valamiféle tanítói tevékenységet fejtett volna ki. Hát mondjuk Lukács evangéliumában találkozunk azzal a jelenettel, hogy a 12 éves Jézus a nagy templomban, a jeruzsálemi templomban megmutatja a saját tudását, de tulajdonképpen semmiféle forrás és feljegyzés nem számol arról be, hogy tölti az évtizedeket. Egyáltalán mi történik? Mert a 12 éves korában Jézus mondjuk a jeruzsálemi templomban megmutatja azt, hogy mekkora bölcsességgel rendelkezik, utána még 30 éves koráig megint a nyom nélküliségnek az időszakát érhetjük tetten. Na most egy viszont biztos. Ha hinni lehet, és miért ne hihetünk a evangéliumokban, a három napkeleti bölcs, amikor Babilónia térségéből, és hangsúlyozom, a Pártus birodalom területéről megérkezik.
Tehát nagy valószínűség szerint ők eredendően az Eufrátesz mentén épített Babilon városából érkeznek. És miután ők mágusok, nem perzsa mágusok, tehát ezt el kell felejteni úgy, ahogy van, hanem káldeai mágusok. Tehát össze sem szabad a kettőt téveszteni és keverni. Mert ahogy említetted, itt magatartás mintázat találunk szembe. Hát a perzsa mágusok pontosan azt üldözték, és ez vallástörténeti tény, amit a káldeus mágusok képviseltek. Tehát azért nagyon tisztán kellene ám itt bizonyos kérdésekben látni. De most elmennek ők Jeruzsálembe. Tehát először is Jeruzsálemben tájékozódnak. Beállítanak, és megkérdezik Heródestől, hát az Máté evangéliumában olvasható, hogy hol van a zsidók királya, hiszen láttuk az ő csillagát napkeleten fölkelni. Most megint lehet érzékeny, ez a betlehemi csillagkérdés is egy külön ügy, hiszen ha ők napkeleten látták felkelni, akkor miért napnyugat irányába indultak el? Tehát ez egy külön téma, de reményeim szerint majd még vissza tudunk rá térni. Na most mi a helyzet Jeruzsálemben? Tudták az ottani írástudók, farizeusok és bölcsek, hogy megszületett a várva várt messiás? Na most mi történik ebben a pillanatban? Nagy Heródes nem tud róla, ez önmagában még semmit nem jelent. Hát általában itt politikai szinten egy dolgot lehet elmondani, amit a mai korra is lehet alkalmazni. Ha én mi összegyűjtenénk azt, hogy politikusaink mi mindennel nincsenek tisztába, akkor eszünk ágába nem lenne, hogy őket 4 évenként az ország ügyét eldöntő intézménybe bejuttassuk. Tehát egyszerűen katasztrófa a szellemi felkészültségük. Sem napra készen, sem pedig egy nemzetnek a múltját, jelenét, jövendőjét semmilyen szinten nem tudják érzékelni. Na most ehhez képest, tehát Heródestől búcsút vehetünk. Nagyobb probléma az, hogy a zsidóság papjai sem tudták azt, hogy itt mi történik. Honnan tudjuk? Hát utána néztek. Most mit jelent ez az utána nézés? Ez körülbelül azt, hogy valamiről nem tudok, és gyorsan azt mondom, hogy na jó, hát ezt ugyan nem tudtuk, de utána nézünk. Na most utána néznek, utána járnak az iratokban, és ők mondják azt, hogy elméletileg a júdeai Betlehemben kell megszületnie. Na de van egy óriási nagy gond, amit az elmúlt alkalommal már érintettünk. Dávid fiának, tehát Dávid fia messiásnak a júdeai Betlehemben. Csak hogy Jézussal van egy nagy gond, ő nem Dávid fia. És ezt nem csak a úgynevezett családfa meséli el a Máté evangélium elején, mert az a családfa, az a nemzetségtábla, az nagyon tisztességes abból a szempontból, hogy Józsefnek, a nevelő apának a származását levezeti nekünk. Na de engedelmet kérek, a keresztény egyház mit tanít mai napig? Az, hogy József nem vér szerinti apja Jézusnak. Tehát meg lehet köszönni azt, hogy József családfáját megismertük Dávidig visszamenőleg, de Jézus származására vonatkozta, semmit nem tudunk. És van ennél egy sokkal keményebb tétel, és ez magához Jézushoz kötődik. Ő az, aki a jeruzsálemi templomban, tehát amikor már tanít. A Márk evangéliuma és egy másik evangélium is nagyon szépen elmondja az esetet. Jézus elmegy a jeruzsálemi templomba, és az ottani írástudóknak és farizeusoknak fölteszik a kérdést, hogy honnan gondoljátok ti, hogy az írások azt mondják, hogy a megváltónak Dávid házából kell születni. Na most ez egy döbbenetes erejű kérdés, mert megjelenik Jézus, és a farizeusoknak, tehát a jeruzsálemi nagy templomban szegezi neki a kérdést, hogy gyerekek, ti honnan veszitek ezt a dolgot, hogy a messiásnak Dávid házából kell származnia? Hát egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó. És annyira nem ez a lényeg az ügyben,
hogy aztán maga Jézus tovább mondja, szinte tanítja őket. Nem, de Dávid volt az, aki azt mondta, hogy láttam én a megváltót az Úrnak a jobbján. És akkor jön vissza Jézus kérdése, vagyis hogy Dávid az Úrnak a jobbján ül. Na most hogyan lehetséges az, hogy Dávid, aki az Úrnak a jobbján ül, egy ilyen látomásszerű pillanat hozadékaként, hogy az Dávidnak a fia lenne? Hát ez maga az elképzelhetetlenség. Nos, itt válik természetesen az ügy fontossá, hogy a mágusok melyik Betlehembe mentek. Mert hogyha innen megköszönték, amit a farizeusok is írástudók mondtak, észak felé fordultak, és úgy tűnik, hogy az evangéliumok szövegében ez hitelesíthető, hiszen ne felejtsük el, Heródes megkéri őket, hogy majd visszaútban mondják el azt, hogy mit láttak és mit tapasztaltak. Viszont a mágusok majd Betlehemben álmot látnak, álomban megintetnek, hogy ne arra menjenek vissza. Tehát lehet érzékelni, hogy itt az útvonalak már valamilyen irányba bennünket tovább tudnak terelni és vezetni. Na most, ha északi, tehát galileai Betlehemben történnek az események, és Heródes elrendeli azt az iszonyatot, ami természetesen miután hatalmát félti, hiszen a zsidóság politikai messiást vár, tehát ez azt jelenti, hogy világi király személyében akarja üdvözölni azt, akit várva várnak. Ez viszont Heródes hatalmának, vagy állásának elvesztését jelenti. És Heródes elrendeli 2 évre visszamenve Betlehem térségében minden gyermeknek a meggyilkolását. Na most, ha délen történnek ezek az események, akkor az ember érzékeli, hogy gond van. Ha pedig északon, akkor egyet lehet tudni, hogy nem Egyiptom felé indultak el. Mert ha Galileából a Szent Család elindul Egyiptom irányába, akkor Júdeán keresztül kell átmenniük. Nos, miért kellett ezt ennyire hosszadalmasan részletezni? Azért, mert az apostolok utóéletéről, vagyis tevékenységéről tudjuk, hogy vannak szkítatérítő apostolok. És az egyik par excellence szkítatérítő apostol az András apostol, a másik pedig Fülöp. Na most András apostolnak és az apostoloknak vannak úgynevezett aktái. És András apostol aktájában szerepel az, mert egyáltalán honnan tudja András, hogy neki Szkítiába kell menni. Úgyhogy megjelenik neki Jézus. Igen, ám de mit mond? Szó szerint a következőt mondja Jézus, hogy az övéinek Szkítiája várja. Na most kinek a Szkítiája? Miről van itt szó? Más fordítási lehetőségek ez azt jelentik, hogy Jézus azt mondja András apostolnak, hogy menjél az én Szkítiámba téríteni. Na most mitől lesz egy Szkítia Jézusnak személyes Szkítiája? Tehát mi ez a belső kötődés és kapcsolat? Most ezek megint csak kemény és makacs problémákat vetnek fel, mert aztán beszélnek Egyiptomról, hogy ott töltötte az ifjúságát, meg a gyermekkorát, beszélnek Indiáról, na de engedelmet kérek. Egyiptomban milyen műveltséget talál Jézus? A kövesült műveltséget. Indiában milyen műveltséget talál Jézus? Megint csak a kövesült, kövesített tudás és műveltség. Hát ő pont azért jön, hogy az írástudók bölcsességét legyen az Egyiptomban, legyen az Indiában, lehet az Júdában, ezt egy kicsit puhábbá tegye. Na most úgy tűnik, hogy ez a Szkítia, ez viszont valahol van. 2 Szkítiát tartunk számon, az egyik belső Ázsiában van, a másik Európában. Melyik Szkítiába téríthetett úgy András apostol, hogy Jézus azt mondja neki András látomásába, hogy menj az én Szkítiámba. Ugyanis Andrásról pontosan tudjuk, a Duna folyón kell át annak érdekében, hogy a Szkíta tájak belsejét elérje. Na most hol van ez a Szkítia? Természetesen a Kárpát-medencében. Röviden, most már ez viszont tudni kell, hogy
ilyen tények kimondása egy kicsit veszedelmes, de hát bizony fölmerül annak a lehetősége, hogy Jézus gyermekkorát vagy ifjúságát éppen abban a szkítiában töltötte, amelyiket ő annyira szeretett, hogy így nevezi meg, hogy az én szkítiám. Ez pedig a Kárpát-medencében van. Most nagy lélegzet, és akkor legközelebb innen folytatjuk, Lajos, mert műsoridőnk lejárt. Viszont hát nekem most egy kicsit egy gondolat, akit cikáznak a fejemben. Kedves nézőinek azt szeretném elmondani, illetve is fogom mondani, hogy innentől kezdve, tehát a mai adástól kezdve minden hónapban egyszer fogunk találkozni Szántai Lajossal, minden hónapban egyszer fogunk találkozni Molnár V. Számítani nagyon-nagyon értékes tudásokat lehet majd itt összedni, nagyon-nagyon értékes tudást lehet megszerezni ezekkel a műsorokon remélhetőleg, sőt, egészen bizonyosan, úgyhogy én kérem, hogy nézzék nagyon tágra nyílt szemekkel és tágra nyílt szívekkel ezt a műsort, mert nagyon-nagyon nagy dolgok vannak készülőben itt nálunk, és azt sajnálom ilyenkor, hogy gyakorlatilag nekünk ezt most be kellett fejezni, és kitettünk egy olyan pontot a mondat végére, ami gyakorlatilag, és a meglepetés az pedig az volt, hogy a Dobogónak egy összekötött évfolyamát nyerte ő, ez a tavalyi teljes évfolyamnak az anyaga. El fogjuk hozzájuttatni, illetve kérem, hogyha nézi még az adást, akkor vagy hívja fel a Zenit TV-t, vagy pedig az internetes elérhetőségeinken egy címet adjon, és akkor postázzuk ezt a szép kiadványt. Akkor húzza, most te is húzza azért egyet. Jó, az idei Dobogóra előfizetés nyert. Bányász Krisztián. Köszönjük szépen a megfejtéseket. Természetesen azért elmondom a megfejtést, tehát Isten nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez, ezt Herakleitosz mondta, illetve írta. Befejeztük azt hiszem már a mára rendelt szent evangéliumunkat. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, Molnár V. Józseffel fogunk beszélgetni, tovább haladunk az ünnepek körén, tovább haladunk azon az úton vele is, amit megkezdtünk. Őt is szerintem most már mindenki nagyon jól megismerte, aki eddig nem ismerte. Találkozunk egy hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát kívánok!